Nemrég az MSZP, a Párbeszéd és a DK bejelentette, hogy közös EP listát állít, és együtt fognak működni 2026-ban. Ez azt jelenti, hogy egyetlen önálló zöld alternatíva maradt a mostani Európa parlamenti választáson, ez pedig az LMP listája. Nincs más, aki akár a nyugat-európai zöldekkel is hajlandó konfliktust vállalni azért, hogy európai szintéren is elmondja, az akkumulátor gyarmatosítás nem Magyarország jövője, az akkumulátor gyarmatosítás Magyarország kiárusítása. Pontosan látjuk, hogy azért, hogy a frankfurti fogorvos tudjon magának venni egy új elektromos autót, az Orbán kormány és az Európai Bizottság hajlandó feláldozni a hajdúsági földet, Magyarország vízkincsét és a magyar munkavállalóknak a bérét, illetve a magyar munkavállalóknak az egészségét. Azt láttuk mind Gödön, mind Iváncsán, szerte az országba, hogy ezeket a gyárakat 1000 milliárdokkal támogatták a magyar adófizetők, nem fizetnek adót, mellette rettenetes munkakörülmények vannak, amik sokszor balesetet okoznak, szétszennyezik Magyarország természeti kincseit, és ezzel szemben az LMP kívül senki más nem akarja európai szinten felemelni a hangját. Tehát nagyon egyszerű a helyzet, aki azt gondolja, hogy az akkumulátor gyarmatosítás ellen európai szinten is tenni kell, az az LMP európai parlamenti listáját fogja támogatni. Azok pedig, akik azt hazudják a magyar választópolgároknak, hogy az Orbán kormányt meg lehet buktatni a mostani EP választáson, nagyon sok opcióból választhatnak, de azok, aki szerint az EP választás egy értékválasztásról szól, és egy zöld önálló listát szeretne támogatni, annak egy lehetősége maradt, az LMP Európa parlamenti listája.